Mindenki látszik a fejlődés. Eredményes évet zártak a GVS-e utánpótláskorú vízilabda csapatai. Fogás Zsolt szakmai vezetése mellett 6 éve indult el az a munka, amit most már csak finomítani kell évről évre. Mai napra kialakult az a rendszer, hogy ugye az országos kategóriák, korosztályok alatt mindenkit a regionális bajnokságba versenyeztetünk. Ez az országos korosztály, ez idén a 2007-esek voltak, ők voltak a legfiatalabbak, az országos gyerek. Aki ennél idősebb, az pedig az országosba versenyeztetjük. Ez úgy tűnik, hogy ez bevált ez a módszer, hiszen a regionális bajnokságokba fel tudnak készülni a gyerekek, a játékosok arra, hogy később már komoly, kemény meccseket vívjanak. Ábrahám Csaba klubelnök arról is beszélt, hogy a pályán mutatott eredmények mellett arra is büszkék lehetnek, hogy egyre inkább a parton is látszik, hogy erősödnek a játékosok. Hogyha nagy klasszikus öregeket idéznék, aki fiú edző volt, és megkérdezték tőle, hogy a gyerekem az milyen vízilabdás lesz, ő mindig azt mondta, hogy azt nem tudom, de hogy a pólóját le tudja venni szemért mindenféle pironkodás nélkül a strandon, az biztos. A család évzáró a rövid értékelés követően kötetlen beszélgetéssel és egy finom vacsorával folytatódott. A gyerekek a következő 2 hétben nyári táborokban vehetnek részt, aztán egy rövid szünet után július 18-án kezdődik a felkészülés az új idényre.